Hát srácok, Far Cry 5. Opa! Valami rögtön történik, ránk dudálnak a rednekek. Ezt lőni kéne, úgyhogy lőjünk. Mondjuk így komolyan. Ez nem jó. Szóval, figyelj, egyébként már itt vagyunk és rögtön balhéznak. A sutyó az Opel kadettes utána megy, úgyhogy őket majd később elintézzük. Szóval nézzétek meg egy picit, nem túl nagy a térkép. És ez mind bejárható. Oda mindenképp el kell mennünk. A helyi szabadságszobor. Rengeteg mindent találunk a térképen. De hát most elsősorban két feladatunk van, ami story missions, és szerintem ebben kéne elsősorban haladnunk. Le is követjük a 320 méterre lévő Liberate Baron Lumbermill, tehát valamilyen malmot kellene nekünk most felszabadítani. Lehet jól lovagolni szarvason? Nem lehet? Hova futsz? Ó, figyeljetek már, nem adjátok kölcsön, de hogy nem! Oké, na hát sikerült leszállítanunk. vidéken így kell autót szerezni. Gyere, Peti! Ügy! Come on! Ó, hát téged szerintem most elütünk, jó? Mit szólsz hozzá? Hogy lehet egyébként mindent megoldani kétféleképpen, sőt 6000 féleképpen. Tehát meg lehet ilyen sutyó módszerrel is, hogy nagyon verünk mindenkit. Ja, téged nem lőlek le. Bocsi. Bocsi néni. Nem túl állatbarát momentumok. Úgy gondolom ki lehet lootolni a bőrét. Hogy ne. Van itt feladat. Nézzétek, én így közlekedem Pesten is. Ez a legjobb, hogy át lehet vágni. Egyébként Ghost Recon-ben lehetett ilyen nagyon durva átvágásokat csinálni. Csak azért itt Hope megyében nem mindenhol van föl út. Opa! Na ez az... A kis társunkat tudjuk irányítgatni. Szóval Louise-t beküldjük itt, vagy Luke-ot. Akkor meg tudjuk neki mondani, hogy éppen támadjon, vagy inkább lopakodjon. És ő megpróbál alapvetően csöndben mozogni. Na most ezt képzeljétek el, hogyha van mellettetek valaki, akkor milyen jól meg tudjátok beszélni a játékon belül, hogy ki merre mozogjon. Kukucs. Miért nem látsz? Mesélj már el. Jó, hát akkor... Azt hiszem. Hello. A Kratos elvérzik a... Tetőn. Tyú. Headshot. Most haldok lesz, akkor segítek. No! Jaj! Mi történik? Megcsíptek a legyek. Kommandíren. Mondjuk milyen jó, hogy ilyen átlátok a falon, nem? Hup! Ezt nagyon élvezem. És egy újabb helyőrséget szabadítunk fel ezzel. Szóval itt van az upgrade képernyőnk. Ugye kapunk ilyen különböző pontokat. Horgászat. Búvárkodás. Ugye itt különböző típusokra lehet rakni ilyen perk pointokat, amivel képességet szerzünk. Itt az Assassin, Renegade, Survivalist, Prepper, illetve Leader. Ez, erre az autóra vágyom pont. Gyertek, fiaim! Csücsbe! Megállunk tankolni. Vagy inkább lootolni. Vagy gyújtsuk fel az egészet a b***jába. És fogalmuk sincs, hogy mi történt. Nem tudom, hogy a társaim mennyire hasznosak egyébként, még nem jöttem rá arra, hogy... Mit ugrálsz? Opa! Jó vagy? Ez ilyen sportos kiszállás volt. Na hát egy kicsit temposan gyerekek, hát... Csak nem maratont futunk. De elég konfrontatív vagy kisanyám. Úgy rögtön. Úgy nulladik kilométer körnél dobálod a nyilagat. Oké, hát akkor... Nagy meggyőztél, hogy ezt így kell csinálni. Bejelölgetem őket mind. Hálisek automatikusan jelölgeti. És bár van priority target, 4, tehát így rá lehet nyomkodni őket, hogy kik a priority-k. Majd én ezt elintézem. Te zsókám, a nyakába ugrok. Ez az. Na menj ezt, üsedd meg fele. Jaj, már megint ez a nagy tög itt van. Úgy, a cipő talpal kapott egyet.
most már mindegy. Do not kill innocent civilians. Oké. Okay. Ez azelőtt történt, mielőtt kiírta volna szerintem. Ő nem innocent, ez majd elátom. Hopp, futsz. Van valami kis rejtekhelyük vagy barlangjuk. Hát ki kell őket onnan égetni. Igaz? Hoppli! Mellé ment? Akkor hoppli! Úgy né, fuss el! Hol vagy, Jesse? Mit csinálsz? Hogy csináltad? Hát ki hagysz a buliból? Hát azért fizetni kell a kalandparkokban. Te meg ingyen itt idéz, csúszkáz. Szóval egyébként folyamatosan mesél a játék menetelés közben, tehát hogy így kik, mik, mikös, leginkább ilyen karakterekről mesél. Tehát elég egészen sok karaktert felvonult, tehát így rögtön az első egy órában. Nagyon sokat. Óriási tájak vannak. Tehát megint azt érzem, hogy csak megyek, és folyamatosan mindig új tájba bukkanok. Tehát nem érzem azt, hogy ismétlődne. Szép ez a Visegrád, mondtam én neked. Itt a késekkel lehet játszani. Azok elég csöndesek. Ha ügyesen dobjuk, nem úgy, mint én. Nézzétek, így el lehet cseszni. Ajajajajajaj. Most tudtam, hogy vannak itt. Basszus. Jó, hát a többiek megoldják, amíg én itt kötszerezek. Jaj. A hátán ott van az izé. Azt hiszem, az robban. Csak nagyon rángat a fej. Hopp, véged van. Láttam, a Hedy is megjött. Na, hol vagy, te személy? Én nem foglak tudni leégetni. Gyerünk! Hopp, csajszikám is eldőlt. Basszus! Azt hiszem... Jó, hagyjuk, megoldjuk. Megoldjuk ez másképp. Gyere már! Ne! Úgy, adjál neki, úgy. Gyertek már ma. Megtögletök. Na jó, beszedték. Jó. Specialist. Tehát vannak nagyon kivételes ka... Kell. Sajtburger a medve. Kell. Nem tudok más mondani. Cica, te is kell lesz. Ciao. Ő jó krumplis tésztát csinál, ezt már most látom. Nincs kutyus? Boomer. Őt is majd meg kell szereznünk. Itt van valami? Ilyen csak egy kis helyőrség. Hát, benéztétek erre jönni. Nagy hiba volt, de komolyan mondom. Ilyen hülyéket pont bele sétálnak a csapdába, érted? Pont beülök és pont erre jönnek. Bocsi. Hoppá. Te átgondolod az életed, vagy mit csinálsz? Figyelj, hogy üljek be melléd. Köszi. De szép a kárpit. Te most... Szóval... Mi a probléma? Úgy. Na hát, te meg... Odaadom neked azt, hogy választatsz a kettő... Nem... Figyelj! Nyomjad neki! Peti, menekülj! Menjél! Szevasz! Vagy jövő héten írok! Ha majd lesz áram. Jogosítvány forgalmit kérem ellenőrzésre. Felmutatni. Tessék kiszállni az autóból. 45 másodpercem van. Ez valami rémálom lesz. És le kell rúgnom a saját katonáimat. 50 másodperc. Nyomás kifelé. Autóm. Zé, uzika. Ó, eltűnnek. Porként hullanak el. Úristen, ez szinte már horrorisztikus. Kicsit. Train.
különböző fegyvereket tegyünk föl topán. Húha! És másodperceket nyerünk ebben a kis dologban, ahogy szétkapjuk őket. Amúgy a fedezékrendszer tök jó. Tehát automatikusan fölteszi a fegyvert, és hogyha kinyúlsz, akkor pedig lő. Gyakorlatilag minden fegyvert kipróbálunk most. Ez nem rossz. Itt fel. Jöjj. Well done. Megyünk egy kanyart. Gyere csak. Jújjúj. Hát akkor következzen életem első helikopter vezetése. Jó, ez egyelőre földi cirkálás, hogy tudok menőni a XL nő fölfelé. Aha, jújjúj, fákra vigyázzunk. Free look. Ha nyomva tartod, az L2-t, akkor körbe tudsz nézni. Nem olyan bonyolult ez, csak egy kicsit. A körrel, vagyis az XL fölemelkedsz. Ó, hát kicsit bedöntöd így előre a gépet, és akkor már is nyomja neki. Jó, viszont nem céltalanul kéne menni. Ide nem biztos, hogy helivel kellett volna jönni. Na mindegy. Akkor most ezt lerakjuk szakszerűen, jó? Hagyjatok békén, hogy rakjam le a gépet. Úgy, exit. Tökéletes. Ezt, erre be se nyír, és azt mondaná, hogy... Kicsi, szállj ki belőlem a dülöngét. Ott egy torkos. Gyere. Úgy. Gyorsan, csináld. Majd én fedezlek, ha elbénázod. Az is jó nekem, ha onnan. Végre! Most őt kérlek. Most hol van? Így akartam. Egyébként hátulról mindegyik egy Daryl. Nézd meg. Daryl. Itt az idő. Kukucs. Megfejelte a lámpát. Szegény. Ő, nem tudom, szerintem besértődött, hogy nem jött velem a helivel. Nézd meg. Ott ül. De lehet rámentem a helikopter, ez nem tud felállni. Hallod, ráültem a helikopterrel. Figyeld már. Hát nyomja a fejét a hátul a rotor. Hát akkor vigyázzál. Melyek ezt arrébb állok, hát ne csináld már, eltolom kézzel, anyám. Teli vagyok tesztoszteronnal. Itt kinn a megyébe. Á, nem? Várja, segítek. Tudom milyen ez velem is, szóval előfordul. Így, figyelj már rám. Cicula, elférsz most már? Na gyere. Táncol a fegyójával. Semmi baj. Szerintem erre találták ki a kést, hogyha valaki szarul érzi magát. Akkor szia! Húja! Puc! A halálos bokarúgás. Na mi van, előkerült, amikor mindent megoldottam, te szerencsétlen. Jó, mit látsz? Jó! Hát akkor nyilazzuk le. Gyere vissza, léci. Úgy tökéletes pozícióban állsz a halálhoz. Ó. Mindjárt meg lesz. Nyugi. Csak... Na. Ezek mi történt? Egy komoly parti lett. Igen, másnaposok 4. Itt a remake.